Én Kemény András vagyok, a Kairosz kiadó szerkesztője. Szeretettel köszöntöm a itt megjelent kedves vendégeket, szereplőit. Átadom a szót Gecse Géza kollégámnak. Én meg átadnám a szót Bélának, tudnélék, ez a mai alkalom egy különleges, hiszen Tócsfai klubot tartunk a Gellért szállóban, és ilyenkor mindig ő szokta a bevezetőt tartani. Hölgyeim és uraim, szép jó napot kívánok mindenkinek. Szeretettel köszöntöm önöket, mindenek előtt dr. Habsburg Otto őfelségét, Gecse Gézát, a könyv szerzőjét, és a Kairosz kiadó képviselőjét. Tócsfai Béla vagyok, egy muzsikus, zeneszerző, énekmondó, hivatásos álmodozó. Amikor engem Gecse Géza megtalált a Nefelejts utcai második emeleti lakásban, Magyar Rádió küldte hozzám riportot készíteni. Egy fiatal ember kopogtatott be, és ahogy feltette a kérdéseket, 30 éven keresztül sok újságíróval találkozva, sok riportot adva, emlékeimbe felsejlett valami nagyon régi dolog. Ahogy tanáraim mondták, az a mag, az a csira helyből látszik valakiben, ha valaki hivatásos. Valamit sejtettem. Megcsinálta a riportot vélem, és meghívott a Kossuth klubba egy közönségtalálkozóra, ahol a Magyar Rádió elnökével egy közönségtalálkozót tartottak. Néztem, és hallgattam, és láttam egy fiatalembert, aki komolyan veszi azt, amit csinál. Akkor már a Tököli klubban jó magam szerkesztettem egy olyan sorozatot, amit a magam véleménye szerint az emberek kívánságára teszek, hogy találkozhassanak olyan emberekkel, akikre éppen kíváncsiak. Feleségemmel gondoltunk egyet, és Gecse Gézának szóltam, hát ha ez a fiatal ember hajlandó egy olyan sorozatra, melyet a rádió műsorában a Határok nélkül című műsornak a közönség találkozójává tesz. Elvállalta. Nem gondoltam volna, hogy valamikor, néhány évre rá, itt leszünk. Ennyien és ilyen sok ember a sajtótól. Köszönöm Gézának, hogy annak idején elvállalta a Tököli klubban, és gratulálok néki, hogy könyv lett ebből a sorozatból. Köszönöm szépen, Béla, ezt a bevezetőt, és most egyelőre, mint moderátor szereplek itt, hiszen elmondanám azt, hogy hogyan fog összeállni. Mindjárt felkérem az elnök urat arra, hogy tartson egy olyan körülbelül 20 perces beszélgetést, ahogy a meghívókon megjelöltük. Utána mód és lehet, utána elmondjuk a kötet megszületésének a körülményeit nagyon röviden, de meghatározzuk azokat a pontokat, amelyek nyomán kérdezhetnek. Itt arról van szó, hogy a kötetről is nagyon szívesen adunk felvilágosítást, és természetesen az elnök úrnak is föl lehet tenni a kérdéseket, de arra kérem, hogy mérlegeljenek, hiszen érzékeltük azt, hogy van egy hihetetlenül nagy igény arra, hogy az elnök úr aláírjon, tehát dedikáció is legyen. Tehát úgy tegyék fel a kérdéseket, hogy takarékoskodnunk kell az idővel, hiszen az elnök úrnak el kell menni, ugye ma délután a repülőgépe utazik, repülőgéppel hazautazik, és úgy iktattuk be direkt ezt a programot is egy ilyen délelőtti időpontra, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Tehát mindenkinek előtt arra kérem dr. Habsburg Ottot, a Pán-Európa Unió elnökét, hogy tartsa meg előadását, amelyet megígértünk. Tessék. Gecse úr, hölgyem és uraim, és kedves barátaim, nagyon örülök, hogy alkalom adódik egy számunkra eléggé komoly napon találkoznom önökkel, megbeszélve azt, amit ez a könyv ad nekünk a jövő számára. Azért mondom azt, mert e napokban idejön Giscard d'Estaing, volt francia elnök, akit megbízott az Európai Unió az úgynevezett konvenció előkészítésében. Nem könnyű a feladata, mert a tárgyalások azokkal az országokkal, amelyek be akarnak lépni az Európai Unióban, olyan sikeresen jártak, hogy a végén még a boldog nyugatiak is ráeszméltek, hogy ők nekik is kell készülniük valamire. Mert nálunk sok dolog történt már, hála Istennek, még kell, hogy történjen egy pár dolog,
Nálunk egy kicsi kevesebb, mint másoknál, de vannak bizonyos kollégáink, az eljövendő, mint a lengyelek például, most éppen Lengyelországból jöttem, hogy tényleg itt készek vagyunk, többé-kevésbé itt Magyarországon legjobban. De másrészt az is, hogy nyugaton az idő alatt nagyon békében éltek, és nem dolgoztak eleget, úgyhogy most ráeszméltek arra, hogy ők nekik is elő kell készülniük. Nézze, az egészen természetes, mivel a mostani szerződés már elég öreg. Az római aktus, a római adatok, amelyek mondjuk az Európai Unió alkotmányának az alapját képezik, azok most már több mint 50 évesek. Most valaki, aki olyan idős, mint én az idén 90 éves leszek, azt találom, hogy 50 éves borzasztóan fiatal. De tény az, hogyha objektíve megtekintjük a helyzetet, hát kérem szépen a politikában, és főleg ebben a viharos időben, amelyben mi élünk, tényleg óriásik a változások éppen ebben az 50 évben. Úgyhogy az, ami annak idején kiváló volt, most már idejét múlta. Úgyhogy ott is a nyugat részéről sok változásra van szükség, és ez most majdnem nehezebb, mint az, amit tőlünk várnak. Mert tényleg az van, hogy példának okáért veszem az Európai Parlamentet, ahol 20 éven át dolgoztam, hát túl sok tagja van. Nézzék, valaki, aki ismeri a parlamenti történelmet az évszázadokon át, annak a tudására jutott, hogy tényleg csak, hogyha a parlamentnek több, mint 300 vagy 300, maximum 50 tagja volt, akkor már nem is parlament, hanem szavazómasina. Annak idején például az volt értető, hogy a nagy szovjet, ahol 4000 vagy 5000 tag volt, nagyon kellemes volt, mert ebben lehetett eljáratni bármit. Egy parlamentnek tehát aránylag kicsinyek kell lenni, hogy tényleg csináljon hasznos munkát. Most a mai Európai Parlament már majdnem 700 tagos. És hogyha most az új nemzetek jönnek be, és adja Isten, hogy sokan jönnek be, hát kérem szépen az lesz, hogy már az ezerhez fogunk közeledni, és ennek folytán ez éppen olyan lesz, mint egy nagy szovjet. Az egyetlen különbség az lesz, hogy mindenféle párt lesz benne, de még az időben is sok fog hiányozni. És ennek folytán szükség van arra, hogy reformot vigyenek keresztül, és itt persze óriásiak nyugaton az ellentállások. Mert egy tapasztalatom van a parlamenti életből, ez az, hogy ha egy javaslat azt kívánja, hogy több mandátum legyen, akkor ez olyan gyönyörűen megy keresztül, hogy öröm látni. De hogyha kevesebb mandátumról van szó, akkor olyan áldás ellentállás van, hogy majdnem azt lehet mondani olyan, mint Zrínyinek a védelme a végvárából. Hölgyeim és uraim, és erről van most szó. Most én egyénileg nagyon bízom az francia elnökbe. Érthető módon, nézze, megint csak bocsássák meg, hogy koromról mondjam, de tudja, van ennek a karnak egy óriási előnye. Nem csak a fiút ismerem, aki most szerepel, de az apját, sőt, dédapját is ismertem. Például Giscard d'Estaingnél az apját nagyon jól ismertem, kiváló ember volt, vezető egyéniség volt Franciaországban, és a fiú sokat kapott tőle, úgyhogy erélyes ember, eszes ember, és remélem, hogy sikeres ember is lesz. Persze nagyon kemény a harca, mert azt a bizonyos bizottságot most 100 emberre számukat növelték, és az is megint csak túl sok. És főleg, hogy az ember látja, hogy kiket küldöttek a kormányok, hát nem mondom, minden kielégítő,
mert sokan azt mondják, hogy sokat fecsegnek, de semmit se értenek az ügyhöz. De bármi is legyen, ez most a döntő kérdés számunkra, hogy itt le fogják tárgyalni most avval a kormánnyal, amely most pár nap múlva meg lesz választva, hogy tényleg mit mond Magyarország ahhoz, hogy általában reformálják az uniót, amelyben mi be fogunk lépni. Úgyhogy itt egy nagy szerepünk lesz, de most már egy olyan szerep, hogy nem mi vagyunk csak a kérők, hanem tényleg mondhatunk is valamit, legalább elveinket megmondhatjuk. Úgyhogy ez az az idő, amikor nekünk komolyan kell foglalkoznunk avval, hogy mi lesz a mi jövőnk Európában. Ebből a szempontból őszintén szeretném mondani, hogy végtelenül örültem annak, hogy olyan sok magyar honfitársunk ment választani a választások első mozalatában. Tényleg több, mint a legtöbb másik nemzetnél, és ez is mutatja, hogy mennyire mégis eszes a mi nemzetünk, hogy mennyire megértik a politikai elveket, és főleg valamit, mindig azt mondották külföldön, hogy Magyarországban nem ismerik a demokráciát. Az ellenkezőjét mutattuk most nekik, és jogosan, mivel nálunk mégis a megyei tradíciónak óriási kihatása volt a mostani nemzedékre is, úgyhogy tényleg egy politikai nemzet vagyunk, és hogyha már demokratikus egészségről akarunk beszélni, hát náluk elég szép volt. Sokan nem is tudják azt például, hogy nálunk Magyarországon már a múlt század elején volt az az ország, amelyben akkor az akkori kormánynak egyik tagja sikertelenül sajnosan azt javasolta az általános titkos választójogot. Hogyha sikerült volna Kristófinek a Darabont kormány keretében, tudják, nálunk a Darabont kormánynak rossz hírneve van, de azt mondják, hogy el akarta nyomni a demokráciát, nem igaz. Tényleg ott volt az a Kristófi, aki egy kiváló ember volt, és aki már akkor, amikor a többiek se gondoltak arra az általános választójogra, nálunk már a javaslat megvolt, hogy aztán kibuktatták, mert egyes megyei pasasok nem akarták, hogy hatalomra jusson a nép, az más. De minden esetre megvolt nálunk. Úgyhogy itt egy óriási hagyomány van nálunk, és ennek a hagyománynak most kell, hogy legyen kihatása. És ennek folytán örülök annak, hogy itt egy könyv foglalkozik avval, hogy mi történt az utolsó években, hogy milyen döntések vagy elgondolások voltak, és hogy milyen értékek mégis voltak a mi országunkban. Nézzék, én annak idején meg voltam hívva az első szabadon választott parlamenti ülésre itt fönt, a szép, gyönyörű szép parlamentünkbe. És hát nagyon komolyan megtekintettem, hát elvégre én nagyon szeretem a parlamentarizmust, és elvégre éveken át egy nagy parlamentnek voltam a tagja. Hát kérem szépen, örvendetes volt látni a mi embereinket, a mi képviselőinket. Először voltak ott egy parlamentben, először kellett foglalkozniuk a parlamenti ügyekkel, és 3 órán belül úgy viselkedtek, jóban és rosszban, mint mi viselkedtünk évek után. Úgyhogy tényleg itt egy óriási érték van, amit bevihettünk ebbe az egész jövőbe. És hölgyeim és uraim, erről lesznek most tárgyalások, megbeszélések, mi hozhatunk gondolatokat ebbe az Európai Unióba, és ennek óriási értéke lesz, mert akkor kezdettől fogva Magyarországnak egy kiváló helye lesz. Azon kívül ne felejtsük el azt, hogy elvégre sokat köszönhetünk 1956-nak, a magyar szabadságharcnak, amely tényleg jelentette a kommunista uralomnak a végét. Kevesen gondolnak arra,
hogy a 20. század alatt három világháború volt. Az úgynevezett első világháború, amely kezdődött 1914-ben, aztán jött a második világháború 1939-ben, de a második világháború után ott volt az, amit hidegháborúnak neveztek. És ami tényleg éppen olyan háború volt, sőt, talán mint fájó esemény, nagyobb volt, mint a többiek, mert biztos az, hogy a kommunista orosz uralom sokkal több szenvedést jelentett a nemzetek számára, mint sok rossz esemény az első és a második világháború alatt. De mindennek a három világháborúnak volt ugyanaz a történelme. Kezdődik avval, hogy diadalmaskodik az, aki elindítja a háborút. Aztán jön egy pont két év után, amikor döntő csata van. Az első világháborúban az volt a Verdöni csata, azután volt Stalingrád, és hol volt a harmadik csata? 1956-ban Budapesten. Mi ugyanakkor ezt a csatát elveszítettük, de megnyertünk ezáltal a világháborút. Mert tényleg valaki, akinek alkalma volt egy kicsi a kommunistákat is ismerni, én ugyan nem tudtam akkor itt otthon lenni, de hát a külföldön, mint képviselő, rengeteget beszéltem a kommunista vezetőkkel, és azok voltak a legcsökönyösebbek. A franciák, az olaszok, és így tovább. Ismertem mindegyiküt, mert én mindig azt az elvet vallottam, hogy mindenkivel beszélek, mert ez engem is meggazdagít, és azon kívül nem kell félnem, mert úgy hittem, hogy az én elgondolásaim úgyis a jók. Tehát akkor tudok is vitatni a többiekkel. Hát kérem szépen, akkor 56 után sok külföldi kommunista vezetővel beszéltem. És tényleg a magyar szabadságharc teljesen megváltoztatta a világnak az egész atmoszférája. Mert a magyar szabadságharc előtt minden kommunista abban bízott és biztosnak tartotta, hogy van ez az úgynevezett irreversibilitás. Azaz, hogyha egyszer a kommunizmus hatalom van, ott is fog maradni a nép, mert olyan szép rendszer, a nép nem fogja megdönteni ezt a rendszert. Esetleg lehet, mint ahogy nálunk mindjárt az első világháború után volt, hogy hadseregek kívülről véget vetettek ennek a kommunista rendszernek, de mondjuk, hogy belülről senki sem fogja megbuktatni. És akkor az történt, hogy éppen az alapelvek ellentétben az történt, hogy a nép megbuktatta a kommunista rendszer, és hogy külföldi csapatokra volt szükség, hogy helyreállítsák még egyszer a kommunistákat. Ez végét jelentette a kommunistának, a kommunista mozgalom világszerte való diadalmas útjára, és azóta folyton hanyatlott. Ezt talán kevesen is így gondolják, de ezek a tények, hölgyem és uraim. És tehát nagyon szép, hogy itt ebben a könyvben mondjuk azt is leírják, hogy mi történt azután, a fordulom után, amelynek a kihatása azután megint csak Magyarországon volt, mert itt Európára nézve az a bizonyos pán-európai piknik 1989. augusztus 19-én tényleg hozta a végleges fordulatot, mert ő maga az akkori német, úgynevezett német demokratikus köztársaság elnökének vagy diktátorának, az voltak az utolsó szavai, mielőtt meghalt békében, Chilében, amikor azt mondotta, hogy akkor megbuktatták őt, persze azt állítván, hogy nekünk volt nagy erős segítség az amerikaiak részéről, hogy a CIA pénzt adott nekünk, és így. Hát mivel én egy kicsi részt tudtam venni ezen az eseményeken, jól tudom, hogy egy fillér se jött külföldről, hanem ez mind erjedt a magyar földből. És ennek folytán ebben a beállítottságban, a múltra nézve, kell a jövőre tekintenünk.
vannak óriási kilátásaink. Vannak persze azok, akik pessimisták nálunk. Tudja, a hungara pessimizmus az sajnos egy magyar betegség. Mert arról is mondják, hogy sírva vigad a magyar. Hát kérem szépen, aki sír, az nem vigad. Rendszerint, hogyha ember. Nem tudom, hogy hogyan máshogyan lehet ezt magyarázni. Tehát ezt egyszer mondották, de vannak olyan pessimisták nálunk, de hála Istennek a kisebbség. Nagy erővel nekiállt ez a nemzet, fölépített valami bámulatosat, és szenzációs rövid időn belül. Úgyhogy ez a könyv is mondja nekünk azt, büszkék lehetünk a nemzetünkre, büszkék lehetünk az országunkra, de arra kell, hogy most, abban az időben, amikor még a döntés előtt állunk, maradjunk optimisták, maradjunk bizalommal a jövőben, értsük meg, hogy mi történt, és a múltban éppen rengeteg történt nálunk, és a bátor emberek voltak, nézze, és ezzel végezni is akarok, sok dolgom volt magyar politikusokkal, egészen az utolsó 12 év alatt. És azt mondom, nagyon büszke voltam rájuk. Persze, hogy szitták egymást, most megint hallom azt, hogy panaszkodnak, hogy az utolsó választásoknál mindenféle szörnyűségek történtek. Hölgyeim és uram, de ne felejtsük el azt. Van nekünk egy nagy dolgunk, és ez az, hogy van nekünk egy gyönyörű nyelvünk. Az irodalmunk talán a világ legszebb irodalma. De van is egy előnye, és ezt az előnyt most az utolsó hetekben nagyon is élveztem, hogy a többiek nem értik a mi nyelvünket. Úgyhogy sokat mondhattunk egymásról, és a többiek nem is tudták. Hála Istennek! És hát minden esetre jó úton vagyunk, hölgyeim és uraim, bátran kell előre haladnunk, és ha Isten úgy akarja, és biztos vagyok, hogy Isten akarni fogja, mert a magyarok Istene nem fogja elfelejteni nemzetét, hogy 2 éven belül teljes jogú tagjai leszünk az Európai Uniónak. Ezt is mondja nekünk ez a könyv, és ennek folytán ennek a könyvnek sok sikert kívánok. Köszönöm! Könyvről annyit hadd mondjak el, hogy ugye ezt, hogy az ötlete az eleve úgy született, hogy egyszer voltam a Tolcsvai Klubban, körülbelül a 6. vagy a 7. alkalommal, és elcsíptem egy ilyen beszélgetést. A beszélgetés az alapvetően arról szólt, hogy egy hölgy mondta, hogy hát Gecsei Géza minek csinálja ezeket a Tolcsvai Klubos összejöveteleket, biztos egy könyvet szeretne belőle írni. Na, itt ütött Szeget a fejembe a dolog, és akkor indult el a gondolkodásom annak irányába, hogy ebből bizony lehet, hogy egy alkalommal tényleg érdemes lenne egy könyvet csinálni. Na most a másik dolog, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy 2000 májusában, amikor ugye dr. Habsburg Ottóval és Orbán Viktor miniszterelnökkel ugyanitt a Gellérben tartottunk egy ilyen Állam és nemzet, előnyök és hátrányok az Európai Unióban című előadást, ahol ugye önök is feltették, vagy aki eljött oda, nyugodtan feltehette a kérdéseit, ez egyébként most benne van ebben a kötetben, ennek a szerkesztett változata, akkor ugye az ötletet alapvetően Szegfű Gyulának az a könyve adta, amelynek az volt a címe, hogy Állam és nemzet. 1942-ben, pontosan 60 esztendővel, tehát még hónapra is majd, hogy nem kijön ez az időszak, jelentette meg Szegfű Gyula ezt a könyvét. A könyvet 2001-ben, vagyis tavaly, meg tudom mutatni, mert ott van az asztalon, megjelentették, újra nyomták reprintben. Ma is aktuális dolgokat mond el Szegfű Gyula ebben a könyvében. Ez az egyik dolog. A másik, hogy ugye született, a múlt héten mutatták be a Magyar Állam és a Nemzetiségek című dokumentumkötetet, amely az elmúlt 150 esztendőnek a nemzetiség politikai dokumentumait gyűjtötte össze 800 oldalon. Érezhető, hogy a magyar állam és a határon túlra került magyar nemzeti közösségek, illetve a magyar állam területén megjelenő, különböző történelmi időszakokban megjelenő nemzeti közösségek problémája feldolgozás szintjén eljutott egy olyan szintre,
ami azt jelenti, hogy fel lehet dolgozni, dokumentálni lehet ezt az időszakot. Tehát nem véletlen szerintem az se, bár nem beszéltem össze se azokkal, akik megjelentették ezt a Szegfi Gyula féle könyvet, nem beszéltem össze azokkal sem, akik ezt a dokumentumkötetet jelentették meg, hogy hát ezt azért mondjuk közre kellene bocsátani. Ennek ellenére ugye mostanára ért be tulajdonképpen ez a kötet is, amiben ugye az elmúlt 10 esztendőnek, mondjuk úgy, hogy a rendszerváltás utáni időszaknak a interjúit, jelentős közéleti személyiségekkel készült beszédeit gyűjtöttük mondjuk egy ilyen nagy kötetbe össze. Ezt tudnám így hirtelen mondani az Állam és Nemzet a rendszerváltás után című könyvről, hogyha lesznek kérdéseik, akkor azokat tegyék fel. Rendkívül érdekesnek tartom azt, amit, és ezt szeretném majd az elnök úrtól is megkérdezni, mert ugye a hétfői hírekben olvastam, hogy a Benes dekrétumokkal kapcsolatosan ön mondott valamit Pozsonyban, ugye? És hát arra szerettem volna felhívni. Arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy bizony ebben a kötetben, tehát Kovács László, amikor az első interjút készítettük vele a Vasárnapi Újságban, addig nem szerepelt, mint külügyminiszter az alapszerződés politikáról, benne vannak a Benes dekrétumok. Benne van egy 3 évvel ezelőtti beszélgetésben, amit a Tolcsvai Klubban, a harmadik volt egyébként, Ravasz Károly nemzetközi jogász itt ül az első sorban. Hadd hívjam fel mindenkinek a figyelmét arra, hogy a teremnek ebben a részében ülnek azok, akiknek közük volt, mint előadóknak a kötetben szereplő anyag megjelentetéséhez. Ebben a részében pedig azok, akik nyomdatechnikailag vettek részt ennek a műnek a megjelentetésében. Tehát őket is föl lehet, nekik is föl lehet különböző kérdéseket tenni. Tehát nevezetesen arra akarok most itt hirtelen visszatérni, hogy a 3 évvel ezelőtti Szent Iványi István, Diószegi István, Ravasz Károly féle közönség találkozón, bizony nagyon vastagon ugyanezek a kérdések szóba kerültek, és hát találnak benne egy olyat, ahol ugye a tavaly ősszel Eszterházi Malfatti Alizzal, Eszterházi János grófnak a lányával készült egy beszélgetés, illetve többek között vele is készült egy ilyen közönség találkozóval egybekötött beszélgetés. Ez is benne van a kötetben. Tehát ez, ami most így az utóbbi időben felszínre bukkant. Ennyit szeretnék így hirtelen előzetesként elmondani. Nem tudom, hogy Kemény Andrásnak a kiadó részéről tud-e valamit mond-e néhány szót. Megkérném rá, hogy szóljon néhány mondatot. Mindössze annyit szeretnék még hozzátenni, hogy nagyon megköszöni a kiadó, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kulturális Alapjának a támogatását, amit a könyv megjelentetéséhez segítségül nyújtott, illetve hát valóban a nyomda technikai előkészítésben résztvevő kollégáimnak, illetve hát a szerzőnek a erőszakos, gyors munkáját, ami hát én reményeim szerint tényleg a Kairosz kiadóhoz méltó kötettel tudjuk megajándékozni a kedves olvasókat. Köszönöm, ennyit szerettem volna csak. Akkor arra kérem, hogy tegyenek fel kérdéseket akár az elnök úrhoz. Tehát az egyik az elnök úrhoz, amit én kérdeztem volna, megismétlem még egyszer. Tehát a Benes dekrétumokkal kapcsolatban az elnök úrnak volt, hogyha jól emlékszem, Pozsonyban egy olyan mondata, amiben arra vonatkozóan nyilatkozott, hogy Csehország, illetve Szlovákia, kérem javítson ki, hogyha rosszul mondanám, tehát Csehország és Szlovákia milyen feltételekkel léphet be az Európai Unióban? Solt Dezső vagyok. A magyar miniszterelnök egy kérdésre a Benes dekrétummal kapcsolatosan választ adott, amely egyes politikusokban óriási felháborodást keltett. Utána elhangzottak olyan vélemények, hogy ha egy bizonyos párt győz Szlovákiában, akkor a Szlovákia nem számíthat az uniós fölvételre, és ezután pár nappal a magyar televízióban közöltek egy interjút, átvéve a pozsonyi adást, amiben ugyanaz a pártvezér kijelentette, hogy Szlovákiában a Benes dekrétumot el kell törölni. Ezzel kapcsolatosan kérnék szépen választ öntől. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm a kérdését. Örülök annak, hogy Szlovákiában már más az állásfoglalás az ügyben, mint ez a csehországokban van.
ami aránylag érthető. Ne felejtsük el azt, hogy a II. Világháború vége után voltak az akkori Csehszlovákiának választások. És hogy akkor is Csehföldön abszolút többséget kapott a kommunista párt. És hogyha az nem esett akkor 100%-os kommunista rendszer alá, ez csak a szlovákoknak köszönheti. Mert azok máshogyan szavaztak, úgyhogy tényleg itt egy nagy különbség van a beállítottságban, és én úgy érzem, hogy a szlovákok nagyon közel állnak hozzánk. Nézzék, én jól ismerem például az ottani elnököt, a Schuster urat, vele együtt voltam most éppen múlt héten, hát kérem szépen, először is nagyon szépen beszél magyarul. Éppen úgy, ahogy szépen beszél, természetesen németül, és szlovákul is. Úgyhogy annak idején, amikor elnök választás volt, én ott jártam Szlovákiában, és vele egy egész napot töltöttem, hivatalosan azért, hogy tartsak előadásokat, tényleg azért, mert én akartam őt valamiképpen támogatni, és akkor tudják, hogy gyönyörű voltak a magyarjainknak a szavazatai, mert a magyaroknak 90%-a szavazott Schuster úrra, ami megmutatta megint csak, hogy milyen eszesek a mi embereink, hogy büszkék lehetünk, őre járjuk. És hát, hogyha ez így többé-kevésbé megmarad, én remélem, hogy Szlovákiának sokkal könnyebb lesz az útja az Európai Parlament, az Európai Egységbe, mint bizonyos más nemzetek, amelyek még mindig nem akarják föladni azokat a benesi elveket. Őszintén mondom, én nem is értem ezt az állásfoglalást, mert semmi értelme nincs ennek az egésznek. Ellentétben van az összes emberi jogokkal, ez az úgynevezett 4 paragrafus, mert van rengeteg benesi dekrétum, hát sok bajt hozott gyorsan országára, de tényleg 4 van olyan, ami európai szempontból elfogadhatatlan, szerény véleményem szerint, mert egyszerűen vagy hiszünk az albap elvekbe, azaz az emberi jogokba, vagy nem hiszünk bennük. Hogyha nem hiszünk bennünk, ahogy ez mondjuk Klaus úr mondott a Prágában, amikor azt mondta, be kell venni a benesi dekrétumokat az emberi jogokba, ami annyit jelent, hogy hát nem tudjuk, akkor nem fogadunk el semmilyen mondjuk emberi alapelvet, hanem csak annyit lehet mondani, hát Hitler egy kicsit túl korán meghalt, mert tényleg hitleri elveket vallottak a Klaus úr azáltal, hogy kívánta azt, hogy ez bejusson az európai emberi jogok közé. Hát kérem szépen, erről van szó, és én azt hiszem, ezen ki kell tartanunk, és én nagyon örültem, hogy itt Magyarország részéről nagyon is tiszta nyelven beszéltek, mert elvégre nem csak németekről, hanem magyarokról is volt szó. És hogyha a német kormány bizonyos kérdésekben eléggé gyönge, legalább nálunk azt nagyon nyíltan megmondották, hogy mi a jogi álláspont. Ez most egészen pártpolitikától független, ez egy alapvető jogi kérdés, és ezen nem tudunk engedni. Köszönöm. Jó. Hadd hívjam fel arra a figyelmet, köszönöm szépen, elnök úr, hadd hívjam fel arra a figyelmet, hogy nyugodtan tölthetnek, fogyaszthatnak, ezt a kiadó fizeti. Tisztelettel köszöntöm, elnök úr. Morvai Béla vagyok. Kérdésem, az Európai Parlamentben mekkora az az erő, amelyik támogatja, kiáll a benesi dekrétum mellett, mert a sajtó híradásaiból tudomásunk van róla, hogy mintha lennének ott olyan erők, vagy személyek, akik támogatják a benesi dekrétumot, éppen úgy, mint nálunk Magyarország határain belül is vannak olyan erők, akik letették a voksot a benesi dekrétumok mellett, szövetségben azokkal az erőkkel, akik a benesi dekrétum mellett kiállnak. Szlovákiában is, vagy Csehországban is. És még egy kérdés ezzel kapcsolatosan,
hogy Szlovákia valóban komolyan gondolja azt, hogy nem, azért nem szünteti meg a benesi dekrétumot, mert ezzel felszámolná a második világháború alatt kialakult státuszkót Európában. Köszönöm szépen. Hát köszönöm a kérdését. Hát először is, ami az Európai Parlamentet illeti, az elmúlt Európai Parlament nagy többséggel úgy döntött, hogy a Benes dekrétumok elfogadhatatlanok. Úgyhogy tényleg ott a kommunisták kivételével egy pár ember úgy a keresztény demokráciából, mint a szociáldemokráciából, voltak olyanok is, akik a csehek, mondjuk a prágai vélemény, én nem is akarok a csehek ellen beszélni, hanem a prágai vezetők véleménye mellett szavaztak. Voltak ott egyéni kapcsolatok, tehát ez egy kis kisebbség, egy törpe kisebbség volt. A többség mindig aláhúzta azt, hogy elfogadhatatlan. Nézzék, mert egyszerűen jogi kérdés. Az nem egy kérdés, mondjuk most ilyen mostani opportunista szempontból, hanem ez egy alapvető valami. Hogyha mi elfogadjuk azt, hogy totalitárius állam akarunk lenni, ahol faji kérdések döntőek, ahol a kisebbségeket ki lehet semmisíteni, akkor ezt el lehet fogadni. De hogyha ezt nem tudjuk elfogadni, akkor nem is tudjuk elfogadni a benes dekrétumokat, mert ezekben nyíltan itt van egy alapvető diszkrimináció úgy a magyarok, mint a németek ellen, és ez annyit jelent, hogy embereket elítél ez a benes dekrétum, akik nem is tudják, hogy miért támadják őket, hogy azt mondják, hogy egyéni gazembereket ki akarnak írtani, az más kérdés. Én az akkor is kérdésesnek tartom, mert ez is egy jogi kérdés lenne, de legalább itt nem volna alapelv, de itt attól van szó, hogy úgy, mint annak idején Hitlerék a zsidókat üldözték, mert zsidók voltak, és más okból nem, úgy az most a benes dekrétumok a magyarokat és a németeket üldözik, mert magyaroknak és németeknek születtek, úgyhogy egyéni felelősségről már nincs szó. Akkor föladhatjuk Európában az összes keresztény elveket, és ezt nem tudjuk elfogadni. Kékesi Rajmund vagyok, és én is az elnök úrnak szeretnék kérdést föltenni, és elnézést kérek, hogy még a benesi dekrétumok kérdését szeretném egy kicsit feszegetni. De mit szól ahhoz a nyilatkozatához a cseh külügyminiszternek, amikor azt nyilatkozta izraeli kollégájának, hogy a palesztin kérdést a benesi dekrétumokhoz hasonló jogszabályok alapján oldják meg? Ez lenne az egyik kérdésem. Ez mutatja szerintem azt, hogy a cseh közgondolkodásban, talán még a szlovákban is, azért ma is benne van ez a szellemiség. És szeretnék még egy kérdést föltenni. Néhány évvel ezelőtt, elnök úr, amikor belépett a szlovákiai magyar koalíció pártja a szlovák kormányba, és az RMDS a román kormányba, akkor elég derülátóak voltak sokan. Elnök úr például azt úgy értékelte ezt a helyzetet a Magyarok Világszövetségében egy előadásán, hogy végre polgári kormányok alakultak ki ezekben az államokban, és tagja lett a magyar koalíció is mindkét államban a kormánynak. És ezáltal belügyként meg lehet oldani a magyar problémákat, rengeteget tudnak elérni. Hát szerintem nem mindenben igazolódott ez a derülátás, és kíváncsi lennék, hogy elnök úr azóta hogy értékeli, azóta eltelt dolgokat. Hát köszönöm szépen, talán a második kérdésre szeretnék először válaszolni, mert ez most aktuális a román helyzetnél. Én itt teljesen a magyar párt oldalán állok, amely kész együttműködni a mostani román kormánnyal is, már csak azért is, mert el lehet érni valamit. Nézze, a problémákat lépésről lépésre meg kell oldani. A célt mindig szem előtt tartva, hogy itt egyenjogúságot és szabadságot akarunk biztosítani, és az emberi jogoknak az uralmát, de ezt lépésekben is el lehet érni. Tudja, vegyük a saját történelmünket. A második világháború előtt itt volt
az az a revizionista liga, és így tovább, a nem-nem soha. Hát kérem szépen, ez nem használt nekünk, sajnos. De tény az, hogy nem tudtunk semmit se elérni, sőt, nagyobb nehézségekbe jutottunk akkor, amikor példának okáért a második világháború vége felé a románok mindent visszakaptak, ami nem volt olyan biztos, hogyha lépésről lépésre mentünk volna, és mondjuk demokratikus úton próbáltuk volna ezt keresztül vinni. Hát én mindig azon a véleményen vagyok, hogy itt is a politikában a célt mindig a szem előtt kell tartani. És azután, hogyha a célt látjuk, akkor hogy milyen lépéseket teszünk, az akkor már más kérdés. Kis lépésekkel rendszerint gyorsabban halad az ember, mint nagy léptekkel a politikában. Mert tényleg a politikában egyik a legnagyobb hibáknak, amit az ember elkövet, hát ez az, hogy a második lépést teszi az első lépés előtt. Akkor kibukik, és akkor baj van. És ezt annak idején Budapesten egy kicsit túlságosan próbálták, őszintén egymás között mondhatjuk ezt, kifelé nem fogom mondani, mert én úgy érzem, hogy itt egy bizonyos magyar szolidaritás van, de kérem szépen, én azt tudtam, mert akkor hát Eckhart Tiborral együtt voltam Washingtonban, és ott próbáltuk képviselni a magyar érdekeket. Nagyon nehéz volt a feladatunk akkor. De kérem szépen, látom azt, hogyha lépésről lépésre próbáljuk, haladunk. És most például az erdélyi kérdésekben is én úgy érzem, hogy az erdélyi magyar pártnak igaza van, hogy próbál a célt elérni lépésről lépésre. Haladni fogunk megint csak. Nekünk persze segíteni kell őket, de mindig úgy, hogy egy lépés. Nézzék Dél-Tirolban, mennyire megváltozott ott a helyzet, azért, mert az ottani Südtirol Volkspartei nagyon bölcsen vezette a politikáját, és most tényleg az van, hogy a dél-tiroliaknak nagyon jó dolguk van, a határ eltűnt. Nézzék most a schengeni egyezmény után, az ember átutazik és nem is lát rendőrt, annak idején mennyire nehéz volt ott ezen a határon átjutni. És hát azon kívül mondjuk gazdaságilag is rengeteget segített a dél-tiroliaknak. Úgyhogy itt például egy szép példa van, hogy milyen haladás lehetséges, hogy az ember vezeti a bölcs politikát, és én azt hiszem, hogy ezt nekünk is meg kell próbálnunk. Egy ehhez kapcsolódó kérdés. Elnézést kérek, a második kérdésem, ugye a Benesi dekrétum, de még ehhez tennék hozzá egyet, hogyha szabad, tehát a Benesi dekrétumokkal kapcsolatban. Nem akarom elnök urat arra kényszeríteni itt, hogy magyar belpolitikai kérdésekben állást foglaljon, de mégis azért meg kell kérdeznem úgy ezen, hogy milyen szemléletnek gondolja ön azt, amikor egy volt magyar külügyminiszter, Orbán Viktor miniszterelnök, azon szerintem elég ártatlan a Benesi dekrétumokat érintő nyilatkozatával szemben úgy foglal állást, hogy ami miatt végül is, vagy amire hivatkozva ugye elmaradt a visegrádi négyek találkozója. Ez a Bécsi riport, erről tud elnök úr. Milyen állásfoglalásnak véli az, hogy milyen gondolkodásnak, milyen külpolitikai gondolkodásnak, hogy valaki azt nyilatkozza, aki magyar külügyminiszter volt 4 éven keresztül, és most is van rá sajnos esélye, hogy Orbán Viktor és a magyar kormány fejezze be a külpolitikai álmok futását. Erre a kérdésre ezt így vetették ők fel. Nem egészen így. Mondjuk ez mondjuk a magyar belpolitikára vonatkozó kérdés. Tehát... Tehát ezt milyen próbál? Elnézést. Tehát elnézést kérek. Tehát elnök úr is hallott arról, hogy Orbán Viktor egy bécsi újságíró kérdésére hogyan nyilatkozott a benesi dekrétumokról. Igen, erre fel Kovács Lászlóék úgy nyilatkoztak, amikor elmaradt a visegrádi négyek találkozója, hogy a magyar kormány és Orbán Viktor fejezze be külpolitikai álmok futását, mert ez megengedhetetlen magatartás volt Orbán Viktor részéről. Ezt ön hogy értékeli? Köszönöm szépen.
Hát kérem szépen, akkor bizonyos kijelentések voltak a sajtóban egyrésztről a másikra. Jó magam véleménye az, hogy mi nem tudjuk elfogadni a benes dekrétumokat, mert jogilag nem lehet. Mert egyszerűen ez alkotmány ellenes lenne, hogyha be akarunk lépni az Európai Unióba. Úgyhogy azoknak, akik ezt mondják, azoknak tényleg jogosult az állásfoglalásuk. Most, hogy valaki más véleményt fejtett ki, hát kérem szépen, ez szokott így történni, főleg választási időkben. Úgyhogy itt ne izguljunk túl sokat. Elvégre az a másik volt külügyminiszter, akiről ön szólt, a múltban sok szolgálatot tette a nemzetnek, ezt nem akarom elfelejteni, nekem rengeteg dolgom volt ő velem, mert én foglalkoztam a magyar ügyekkel azokban az években, amikor egy másik párt volt a hatalmon, és szépen a magyar ügyekben a magyarok nagyon is egységesek voltak. Lehetnek helyi különbségek, de elvben, nézze, az a gyönyörű, az, ami nagy tőkénk, hogy a nagy nemzeti kérdésekben egységesen lépünk fel. És ez az egész tapasztalatom 20 éven át az Európai Parlamentben volt, hogy éppen mindig ez volt a dolog, hogy én beszéltem ezzel vagy avval, és én mindig mindenkivel beszéltem, sőt, tudják, hogy például Türmer elvtárst is el kellett fogadnom, érdekes beszélgetés volt, mert ez volt az utolsó sztalinista, akivel dolgom volt, és azt tudtam, hogyha a sztalinizmusnak egy szobrot akarunk emelni, itt van egy élő ember, ráállítjuk egy kőre, és akkor ott van a szobor. Fülöp Mihály egyetemi magántanár vagyok. Az Európai Unió jogszolgálata, Jörn Szak nevű úr felkért arra. Jörne Szak, a Madame Petit-nek a szolgálatában dolgozik, felkért arra, hogy szakvéleményt nyilvánítsak két kérdésről. Az egyik, hogy a benes rendeleteket életbe vannak-e, a másik, hogy alkalmazzák-e. Na most... nyilván a mi álláspontunk az, hogy a cseh és a szlovák jogrend részei, és alkalmazzák is a vagyonjogi rendelkezéseket mindenképpen. Azonban a mondani valómat és a véleményemet nem ezzel kezdtem, hanem azzal, amiről szinte senki nem beszél, hogy minket, magyarokat, a szlovák nemzeti tanács rendelkezései érintenek elsősorban, amelyek megelőzték és súlyosabbak, mint a benes rendeletek. A Jörn Szak visszaírta nekem, hogy Szlovákia ellen nem érkezett panasz. Ez ugye egy furcsa helyzet, hogy most mindenki Csehországra összpontosít, noha nekünk Szlovákiával van bajunk. Nevezetesen az, hogy a szlovák alkotmány 129. cikkelye, tehát az alkotmány 129. cikkelye életben tartja ezeket a rendelkezéseket. Tehát azt hiszem, hogy túlságosan a benes körül forgunk most, és a gyakorlati külpolitikai szempontból nekünk a szlovák nemzeti tanács, tehát a benes rendeleteken kívül mellett, és elsősorban, és mindenek előtt a szlovák nemzeti tanácsnak azokat a jogfosztó intézkedéseit kell támadnunk, ami a bankbetétek elkobzásától kezdve nagyon sok vonatkozásban a mai napig hátrányosan érinti a túlélőket, vagy a második nemzedéket. Hát Vadkerti Kató néni ezt nagyon szépen három kötetben feldolgozta, kataszteri felmérésig lemenőleg. Tehát a magyar külpolitikának a feladata nem, hogy véget ért volna, hanem éppen most kezdődik, hogyha ettől a ténytől eltekintünk, akkor nem tudjuk megrendíteni ezt a pozíciót, és mondjuk szüleim a síron túl is kollektív büntetésben maradnak. Nagyon köszönöm. De szeretnék itt mondjuk egy majdnem
azt mondanám, opportunista szempontot képviselni. Van egy óriási különbség a között, hogy mi történik a cseheknél, és mi történik Szlovákiában. Először is a Beneš dekrétumok ügyében a Csehországban az összes vezető pártok ott egy véleményen vannak. Hát elképzelhetetlen lenne a cseh köztársaságban, hogy vagy egy német, vagy egy magyar a kormányban lehessen. Szlovákiában megvan. Hála Istennek, a magyar pártnak egy igen jó szerepe van a kormányban, és ez tehát már is javítja a magyarságunknak a helyzetét. Azon kívül nemzetközi szempontból is a cseheket ismeri mindenki, a szlovátokkal nagyon keveset beszélnek. Általában nem beszélnek sokat, úgyhogy én legalábbis opportunista szempontból azon a véleményen vagyok, hogyha megbuktatjuk a Beneš dekrétumokat Prágában, akkor Pozsonyban nem lesz probléma. Főleg azért is, mert ott olyan emberek vannak, például Schuster elnök és ilyenek, akik tényleg azon a véleményen vannak, hogy ez jogilag tarthatatlan helyzet. Úgyhogy én úgy érzem, hogy a döntő csata Prágában lesz, és nem lesz Pozsonyban. És ezt próbálnunk kell fönntartani ezt a helyzetet, mert elvégre nekünk is életértekünk az, hogy jobban legyünk, maradjunk a szlovákokkal. Nézze, csak meg kell tekinteni a térképet, csak tudomásul kell vennünk, hogy ott vannak magyarok, a cseh részben nincsenek, vagy nagyon kevesen vannak. Úgyhogy én úgy érzem, hogy itt egy bizonyos alapkülönbség van, és hogyha az megbukik Prágában, akkor a Szlovákiában a helyzet el van intézve. Ha csak nem megbolondul, ami a politikában mindig lehetséges minden nemzetnél. Hála Istennek nálunk nem. Nagyon röviden, elnök úr, a nehezebbik végének a megfogására bíztat bennünket, mégpedig azért, mert kezdettől fogva, a Potsdami értekezlettől fogva németek és magyarok ügye elvált. A németek benne voltak a Potsdami közleményben, mi pedig nem. Na most a csehek arra alapozzák, és a nagyhatalmak nagyköveteit össze is hívták Prágában ismert módon, hogy ha mi támadjuk a Beneš rendeleteket, a Potsdami értekezlet közleményét támadjuk. Ez egyébként a lengyeleket is melléjük állítja, hiszen 8 millió németet ők is kiűztek. Én ezért inkább amellett érvelnék, hogy miután magyarokat nem ítélte kitelepítésre Potsdamban, ezért a németek és a magyarok közötti különbségeket lenne célszerű a mi érdekérvényesítésünk szempontjából hangsúlyozni a először életünkben nálunk kisebb és sem kellett sem nyugat támogatását nem élvező Szlovákiával szemben, mint ennek a nagy cseh kérdésnek neki menni. Köszönöm szépen, hát ez egy vélemény kérdése. Bocsánatot kérek, én mindig még azon a véleményen vagyok, hogy itt a mi érdekünk az, hogy ne feszegessük túlságosan a szlovák kérdést, a cseh kérdésben pedig jogi kérdésről van szó, és nem csak politikai kérdésről, az úgyis távol van tőlük, azon kívül vannak mások is, akik a csehek ellen kijelentéseket tettek, mint az osztrák parlament, az osztrák kormány, és ez is egy támogatás. Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlök minden vendéget, és természetesen az elnök urat. Szotyori Nagy Áron a nevem, erdély származású vagyok, és sajnos az idő sürget, két rövid kérdéssel szeretnék. Első, az új kampányban lévő miniszterelnökünk, a Megyesi Péter kifejtette, hogy a számok embere, azaz 5 plusz 5 magyarnak az elnöke, vagy a miniszterelnöke szeretne lenni. Én szerintem a megosztottság, ez lehet Magyarországra értődik, de a külhoni magyarok, itt nemzetbe kell gondolkozni, itt nem 5 plusz 5, hanem 5 plusz 5 plusz 5.
Na most sajnos Erdélyben a magyarok el vannak keseredve, és egyedül maradtak, és joggal érezhetik, hogy így akkor elhagyatva, vagy elvesztik az esélyeket, hogy mint magyarok szerepelhetnek tovább Erdélyben. A román a Kovács László úr régen, mikor a státusztörvényről szó volt, jó, akkor a kettős állampolgárságra szeretnék kitérni. Nem valós, amit állított, hogy nincs kettős állampolgárság, mert hogy szavazzon valaki, hogyha magyar, vagy román, vagy milyen állampolgár, ott, ahol nem fizet adót. Ez nem igaz, mert én fel szeretném hívni, hogy magyar-román állampolgárságon van, szavaztam az RMDS-re, és nem fizetek egy lej adót se. Jó, akkor tovább, mert az RMDS, mint egy párt rendszer működik a magyar lakta vidékeken. A kérdésem az, hogy hogy lehetne ezt megoldani, mert sajnos a kommunistákból lettek ott RMDS-esek, és ez ellen a magyarság nem rájuk szavaz, és mondja Markó Béla, hogy bizalmat kaptak, mert még többen szavaztak rájuk. Félreértés ez, kire szavazon? Vadim Tudorra a magyarság? Nem, tehát rájuk szavaztak, sajnos ingatlanokat követelek vissza, örökös jelszó volt az, hogy vissza akarják adni az ingatlanokat, és az RMDS-es tisztelt úr, aki harcol, hogy az ingatlant visszaadja, ugyanaz írja alá, hogy nemzeti érdek ennek az ingatlannak a nem visszaadását. Köszönöm. A kérdés az, hogy mit lát az elnök úr, hogy milyen megoldás van a kettős állampolgárságra, és esetleg Erdélyben több pártrendszernek, magyar pártrendnek a kialakulásához. Köszönöm. Elnök úr, arra kérem, hogy most még ne válaszoljon, gyűjtsük össze a másik kérdést is. Tudnék, egyszerűen el kell menni az elnök úrnak, és ugye az kell, hogy aláírjon itt még néhány könyvet. Szabad akkor a kérdését? Egy Pálinkás János vagyok, és megkérném az elnök urat, én Kálai Miklós miniszterelnök unoka öccsének a gyermekének, és keresztfiánakval beszéltem a héten, és felolvastam neki azt, hogy a Kálai kormány 43-ba, tehát hogy védte az üldözötteket, ezt nemzetközi zsidó szervezetek állapítják meg, hogy súlyos aggodalommal gondolnak arra, hogy mi történik a Magyarországon, viszonylagos biztonságban élő 800 ezer zsidóval, hogyha a németek megszállják. Most megkérném, hogy fogadja el az elnök úr, ez 84-ben jelent meg, Juhász Gyula akadémikus írta a Magyar Nemzetbe, hogy, és terjesztem, mert sajnos itt mi nálunk nagyon kevesen tudják, például Randall Brehem úr sem. Köszönöm szépen, átadom. Parancsoljon. Nagyon köszönöm, mert elvégre voltak bizonyos tapasztalataim Kálaival és a Kálai kormánnyal, és tudom, hogy milyen nehéz helyzetben volt ez a kormány, és hogy milyen becsületesen próbálta védeni a magyar érdekeket. Voltak egyesek a magyar parlamentben, sőt bizonyos igen magas állami helyen, akik ezt nem fogadták el, és akik mindig azt mondották, hogy a Kálai politikája az opportunista, és nem annyira magyar érdekeket védi. Én azt hiszem, hogy volt kevés ember, aki olyan kiválóan védte a magyar érdekeket egy teljesen lehetetlen helyzetben, mint Kálai Miklós. És ennek folytán nagyon köszönöm, hogy ezt is felhozta, mert itt a mi országunkban sokan nem tudják, hogy akkor mi volt, és hogy kinek köszönhetünk, aki sokat. Tehát én, aki Washingtonban voltam Eckhart Tiborral együtt, és ott képviseltük a magyar érdekeket, tudom jól, hogy mennyi hálával tartozunk Kálai Miklóssal szemben. Köszönöm szépen, hogy ezt felhozta. Én is nagyon szépen köszönöm az elnök úrnak azt, hogy válaszolta a kérdéseinkre és az előadását is, és arra kérek mindenkit, hogy akkor a könyvekre, a dedikációra szálljunk néhány perc.